Köszöntjük a Globo Televízió nézőit! A Globo Televízió heti közéleti magazin műsorának külön kiadását látják. Az utóbbi hetekben, hónapokban minden nap százával érkeznek az otthonukat elhagyni kényszerülő menekültek hazánkba, az ország délkeleti Csongrád megyei határszakaszán keresztül. Az óriási méreteket öltött menekült áradat azonban nem csak Magyarországot érinti, hanem összeurópai problémaként jelentkezik, amelyre mi hamarabb megoldást kell találni. Brüsszelben jelenleg egy olyan rendszer bevezetését fontolgatják, amely kvóták alapján helyezné el a háborús övezetekből érkező menekülteket az Európai Unió tagállamaiban. Eközben a menekült hullám nem csökken. Az Égei-tengeren keresztül Görögországba, a földközi tengeren át pedig Olaszországba továbbra is naponta tömegek indulnak el a biztonságot és jólétet jelképező uniós határok felé. A menekültek zöme leginkább Németországba vagy Nagy-Britanniába szeretne eljutni, olykor több száz kilométert gyalogolva. A főként Görögország felől érkező migránsok a balkáni országokat átszelve érnek Magyarországra, amelyre egyfajta csomópontként tekintenek a nyugatra vezető úton. Hazánkban több civil szervezet is segíti a hely és sokszor nyelvismeret nélkül ideérkező menedékkérők boldogulását. 24 óra leforgása alatt közel 1200 menekülttel szemben intézkedtek a rendőrök és a polgárőrök Csongrád megye déli határszakaszán augusztus 23-án vasárnap. Ez a szám ráadásul nem is számít kiemelkedően magasnak, hiszen naponta több száz menekült lépi át a magyar határt. A szabadúszó újságíró Phil Le Gall a franciaországi Calais-tól egészen Görögországig kísérte figyelemmel a menekültek helyzetét. Úgy gondolom, hogy Európa még nem igazán fogta fel a jelentőségét annak a problémának, amelyel ebben a pillanatban meg kell birkoznia. Több olyan megoldandó feladattal is szembesültem, főként a görög-macedón határon, amely komoly feladatok elé állítja a helyi hatóságokat. A migránsok ugyanis akkora tömegben érkeznek a térségbe, hogy a biztonságos továbbutazásuk egyáltalán nem biztosított. A polgárháborús viszonyok elől menekülők nyomorából rengetegen igyekeznek hasznot húzni. Az embercsempészet az utóbbi időben komoly iparággá nőtte ki magát a migránsok útvonalán. Mindenki abból él, amiből tud. Embercsempészek abból élnek, hogy embercsempésznek. Ezáltal a kereslethez alakult egy kínálat, és a kínálat magával vonzza a további keresletet. A nagy kereslet az árak csökkenését is maga iránt vonja, mert korábban 10-15-20 ezer eurót, dollárt is elkértek az embercsempészek. A menekültek megpróbáltatásai sokszor akkor sem érnek véget, ha eljutnak az Európai Unió határain belülre. A több napos, hetes, gyakran étlen szomjan folytatott menetelés mellett a hely és sokszor a nyelvismeret hiánya is nehezíti itt létüket. Szerencsére több magyarországi civil szervezet is segít a migránsoknak eljutni a kijelölt menekülttáborokig. Az önkéntesek a szükséges információk mellett étellel, itallal is igyekeznek segíteni. Bármerre jártam, mindig találkoztam önkéntesekkel, olyan emberekkel, akik idejüket és pénzüket nem sajnálva segítettek. Európában az utóbbi időben jelentősen megerősödtek a nacionalista álláspontok, de ezzel egy időben szerencsére rengeteg nagylelkű emberrel is találkoztam. Fontos, hogy ezek az emberek jelen vannak, hiszen ellensúlyozzák azt a fekete gazdaságot, amely az embercsempészekre, illetve a menekültekre nyomorúságából egyéb módon hasznot húzókra épül. Itt Szegeden is hatalmas segítséget jelent a menekülteknek, hogy vannak, akik némi vizet és élelmet juttatnak nekik, valamint eligazítják őket a megfelelő vonatokhoz. A Mixol Szeged csoport tagjai a hét minden napján napi 24 órában állnak készenlétben a szegedi nagyállomás mellett felállított faházban, hogy a vonatokhoz érkező menekülteket segítsék. A Mixol Szeged június 25-én alakult. A néhány barátommal kijöttünk ide és megnéztük, hogy mi a helyzet, a menekültek hogyan tudnak utazni és hogyan tudják átvészelni azt az éjszakát, amíg az első vonat indulásáig eltelik, és úgy láttuk, hogy igen komoly problémák vannak. Nincs információjuk arról, hogy hogyan tudnak utazni, illetve az állomásépületet éjszakára bezárják, és ebben az időben az éjszakai hideg azért komoly problémákat jelentett, főleg azoknak, akik gyerekekkel voltak itt. Házban található összes berendezés, illetve a napközben felhasznált étel, víz és minden egyéb a szegediek és a magyar lakosság adománya az részünkre. Itt naponta minimum 200-300 ember indul útnak Debrecen, Vámosszabadi vagy Bicske felé. Folyamatosan szükségünk van tisztálkodási szerekre, borotvára, szappanra, folyékony szappanra,
Ezek azok, amik naponta folyamatosan fogynak, illetve amikből alkalmanként viszünk is ki a kiskohalasi regisztrációs pontra, vagyis a Nagyfára. Az ősz és a hideg időjárás közelettével a kellő mennyiségű pokróc és takaró biztosítása tűnik a legsürgetőbb feladatnak, hogy a sokszor kisgyermekkel érkező családok akkor is biztonságban át tudják vészelni az éjszakát, ha azt a szabad ég alatt kell tölteniük. Bár hazánkban a déli határszakaszon ásott halom és röszke térségében lépnek először, a többségében Szíriából, Afganisztánból, Pakisztánból és Bangladesből érkező menekültek igyekeznek minél hamarabb Budapestre eljutni. Azok, akiket a magyar hatóságok már nyilvántartásba vettek, a főváros érintésével mehetnek tovább a számukra kijelölt ideiglenes befogadó állomásokra. Akiknek viszont sikerült észrevétlennek maradniuk, abban reménykednek, hogy Budapesten felszállhatnak az olyan vonatokra, amelyek hőnáhított új európai hazájukba viszik őket. Az elmúlt hetekben éppen ezért megtelt a nyugati és a keleti pályaudvarok környéke, ahol tranzitállomásokat alakítottak ki azoknak, akik napokat kénytelenek az utcán tölteni. Ismét megtelt a keleti pályaudvar menekültekkel. Sokan elmondásuk szerint 3-4 hónapja vannak úton, és alig várják, hogy tovább mehessenek Olasz vagy Németországba. Afganisztánból jöttem, és Németországba akarok menni. Azért mentünk el, mert nagyon sok szörnyű dolog történt ott velünk. Én egy katonai parancsnoknak a személyi testőre voltam, és nagyon sokszor megtámadtak minket a háború miatt. Ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek. Sajnos Afganisztánban kellett hagynom az édesanyámat, a két bátyámat, a feleségemet és a 4 kislányomat is. De amint szerzek papírokat, őket is el tudom Afganisztánból hozni. Csak az iratokra várok, a pénz egyáltalán nem probléma. Ez egy bejelentkezésre. No Pakistan. I am going to Germany. Bulgaria police dog. Dog. Big problem, Bulgaria police. Why? Dogs. Snakes. Another friend is. Big. Lassan már 2 hónapja vagyok úton, de sokan már 3-4 hónapja. Amikor Bulgárián jöttünk át, ránk szabadítottak kutyákat és megvertek bennünket. Sokakat vissza is küldtek Törökországba. De itt Magyarországon nagyon kedvesek az emberek. A több hetes, olykor hónapos vándorút sokakat megvisel, főként a nőket és a gyerekeket. Ilyenkor minden segítség jól jön, legyen szó némi ételről, italról, takaróról, vagy éppen csak pár kedves szóról. Megtelt Budapesten a keleti pályaudvar menekültekkel, naponta tucatjával érkeznek a világ különböző országaiból. Találkoztunk egy afgán férfival, aki májusban indult útnak Kabulból, azt kérte, az arcát nem mutassuk. A 17 éves fiatalember arról mesélt, hogy az állandó harcok miatt döntött úgy, hogy útnak indul. Afganisztánból indultam, aztán Pakisztánba, onnan Iránba, majd Törökországon át Bulgáriába, onnan Szerbiába mentem, ezután érkeztem meg Magyarországra. Ezt az utat 4 hónap alatt tettem meg. Iránban nem szeretik a más vallású embereket, ezért ott 2-szer is megvertek, és elvették az összes pénzem. A pakisztáni menekülttáborban nem kaptam legális tartózkodási engedélyt, pedig meg akartam látogatni a családomat Afganisztánban, mert lassan már egy hónapja nem beszéltem velük. Mivel nem kaptam engedélyt az útra, iratok nélkül indultam el, de elkaptak és nagyon megvertek. Elvették a csomagjaimat és az összes pénzemet. Mindenkinek legalább 1 hetet bent kell maradni a menekülttáborban, hogy legális iratokat kapjon, itt Magyarországon is. Amikor Bulgáriába mentem, nem igazán jól beszéltem angolul, és amikor megkérdezték, hány éves vagyok, azt mondtam, hogy 17, de nem fogadtak be egy menekülttáborba sem. Amikor Magyarországon kérdezték, hogy hány éves vagyok, megint 17-et mondtam. Erre az volt a válasz, hogy akkor a barátaim nélkül áthelyeznek egy másik menekülttáborba. Ekkor mondtam, hogy 18-nál idősebb vagyok, így tudtam itt maradni velük. Ha tudtam volna, hogy így kezelnek Európában, akkor sosem hagytam volna el az országomat, és inkább szembenéztem volna az ottani problémákkal. Raji azt mesélte, hogy a testvérével indult el, de elvesztették egymást az út alatt. A bátyámmal vágtunk neki az útnak, de őt Törökországban elvesztettem, és még mindig nem találtam meg. Azért indultunk el, mert állandóak a harcok Afganisztánban.
Pakisztánban és a mi falunkban is. A gyerekek nem tudnak iskolába járni, még az utcára is félve léptünk ki. Minden nap életveszélyben voltunk. Itt Budapesten menekült státuszt kértem. Ha megkapom a menedékjogot, akkor itt szeretnék maradni Magyarországon. Ha nem, akkor tovább mennék Olaszországba. Az országban a menekültek ellátásában több segélyszervezet is aktívan segít. Többek között a Migration Aid. Napi szinten osztanak melegételt. Baba, a szervezet szóvivője, már hónapok óta itt dolgozik, és napi 6-8 órát tölt a menekültekkel. Ha körbenéztek, akkor itt élelmiszertől, egészségügyi ellátástól a élelmiszer előkészítésig mindent tudunk. Vannak olyanok, akik tényleg olyan körülményekkel rendelkeztek már kint is, hogy mikor már megérkeznek ide, egy hotelba mennek, de nagy része az mind itt a aluljáróban alszik, mert hogy a gazdasági helyzete nem engedi meg, hogy menjen egy olyan szállodába vagy motelbe, ahol ki tudná fizetni a szállást. Mivel ez egy olyan helyzet, mi Magyarország nem igazán van fölkészülve arra, hogy ilyen mennyiségű ember érkezik. Ugye a kulturális különbségekből adódóan is, ugye a nyelvi problémákkal megpróbálunk mi is úgy együttműködni a hatóságokkal, hogy az ő munkáikat segítve egyfajta egyensúlyt teremtsünk a hatóság és a menekültek között. A Migration Aid orvosa elmondta nekünk, hogy a nem megfelelően táplálkozó és többnyire legyengült menekültek szervezete egy egyszerű megfázásra sincsen felkészülve. Baba szerint azért is vannak nehéz helyzetben, mert az aluljáróban lévő irodájukban nem tudnak ellátni naponta 200-300 embert. Kijelölő tranzitzón azért nem alkalmas arra, hogy 200-300 embert tudjunk megfelelőképpen ellátni, mert hogy nyitott terület, úgyhogy ezért elég nehéz a helyzetünk most jelenleg. Ugye egy megfázás, ami nekünk könnyen átveszelhető, az nekik nagyon nehéz, mert ugye a szervezetünk nincs hozzászokva ez a klímához, és ezért nekik sokkal nehezebb azok ez az időjárási viszonyok, mint ugye a kinti. A Magyar Afrika Társaság önkéntes orvosai is segítenek a menekülteknek. Rendszeresen látogatják a táborokat azért, hogy segíthessenek a rászorulókon. Patai Dorottya, a társaság civil és humanitárius ügyeinek igazgatója azt mondta, az AHU orvosai az afrikai missziók révén már gyakorlatot szereztek a különleges betegségek kezelésében. A Magyar Afrika Társaság abban a rendkívüli hasznos helyzetben van, hogy a 2009 óta indított orvosi missziók révén van egy olyan orvos bázisunk, akiknek tapasztalata van a különböző trópusi megbetegedésekkel kapcsolatban, illetve ismerik azt, hogy a bevándorlók milyen típusú megbetegedéseket hordozhatnak. Ezt a tudást, amit ezek az orvosok felhalmoztak, ezt most országunk javára végre kamatoztatni tudjuk, és valamennyire tehermentesíteni tudjuk a menekült táboroknak az egészségügyi szolgálatát. Ugyanis augusztus elejétől kezdve a Magyar Afrika Társaság ezeket az orvosokat kiközvetíti a menekült táborokban, nyílt befogadó központokban, konkrétan Bicskén, Debrecenben is Nagyfán kezdte meg ez az orvosbázis a munkáját. Ez azt jelenti, hogy heti egy-két alkalommal fél napokat rendelnek, ezzel gyakorlatilag ki tudják egészíteni az ott már működő orvosi ellátást. A többszörös kilakoltatások ellenére az aluljárók fokozatosan újra megtelnek menekültekkel. Jelenleg is több százan várakoznak a főváros aluljáróiban, sokan sátrakat is állítanak fel éjszakára. Többségük Afganisztánból, Pakisztánból és Szíriából érkezett. Több hónapnyi utazás után ragadtak itt, és várják, hogy tovább mehessenek a nyugati országokba. Belülről ismerhette meg a menekült táborok hangulatát és felszereltségét dr. Kis Krisztina, a Magyar Afrika Társaság önkéntes orvosa, aki heti egy alkalommal Bicskén segíti a migránsok gyógykezelését. Immáron bő egy hónapja segíti a hazai menekültáborokban élők egészségügyi ellátását dr. Kis Krisztina, aki a Magyar Afrika Társaság civil és humanitárius igazgatójának, Patai Dorottyának a megkeresésére vállalta, hogy Uganda után itthon is önkéntes orvosként vegyen részt a Magyarországra érkező menekültek gyógykezelésében. Kis doktornő eddig főként Bicskén, illetve egy alkalommal Debrecenben teljesített szolgálatot, és készséggel osztotta meg tapasztalatait stábunkkal. Bicskén nincs minden nap orvosi ellátás, Debrecenben minden nap van, viszont ott még sokkal rövidebb ideig, mint Bicskén. Tehát mindenhol más a rendszer. Én azt gondolom, hogy nagyon áldásos munkát végeznek ott az emberek, és kicsit itt is párhuzamot tudnék vonni Afrika, illetve a menekült táborok között, hogy sosincs vége. Tehát nem lehet befejezni, csak abba hagyni a rendelést. Az Afrikában töltött egy hónap nem csak a betegségek felismerésében, a diagnózisok gyors felállításában jelent hatalmas segítséget a fiatal orvosnak, hanem abban is, hogy a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával
és az adott feltételek között tehesse meg a lehető legtöbbet. Nagyon sokféle korképpel találkozok, egészen a kicsi gyermekektől a felnőtt korosztályig. Nagyon gyakori a felső légúti megbetegedés, nagyon gyakoriak a bőrbetegségek, különböző csípések. Nagyon volt arra példa, hogy egy elfertőződött sebet kellett felnyitnom, volt arra példa, hogy Szerbiában ellátott betegnek kellett a varratait kiszednem, volt olyan, aki traumás fejsérülés volt és kötözni kellett, nagyon széles a paletta, az orvostudománynak a nagyon tág szeletébe kell valamennyire otthonosan mozogni itt az ellátás során. Vannak azt gondolom jó állapotú betegek, hiszen nem mindenki fordul egészségügyi ellátásért, és vannak akik nagyon rossz állapotba érnek a táborba. Volt olyan, hogy infúzióra volt szükség, volt olyan, hogy kórházba kellett küldeni a beteget, és mentőt kellett hívni a táborba. Általában nyitottak, én azt gondolom, hiszen segítségért fordulnak hozzánk, de volt már olyan, aki azt mondta, hogy olyan panasza van, amit nem szeretne, ha női orvos látná, hanem inkább pár nap múlva visszament arra a rendes, ahol a férfi orvos gyógyít. Sokszor azonban az alapos ellátás is kevésnek bizonyul a teljes gyógyuláshoz. Nagyon sajnálatos, hogy hiába van meg a diagnózis, hiába van meg a gyógyszeres feltétele, akár gyógyszeres, akár mondjuk kötszeres feltétele az ellátásnak. Találkoztam olyannal, amikor elmondtam, hogy mit kéne csinálni hosszú távon, hiszen az egészségügyi személyzet, akivel együtt dolgozok, az önkéntes alkalmak során ők hétköznapokon ott tartózkodnak, tudják követni a betegeket, tudnak hosszabb távú terápiát orvosi utasítás szerint végezni, és amikor visszamentem, hiszen említettem, ez a harmadik alkalom volt, sajnos rákérdezésre mondták, hogy nem volt lehetőség hosszabb távú terápiát alkalmazni, hiszen nem jött vissza a beteg, és pár nap azután, hogy én elláttam őt, és elindítottam egy gyógyszeres kezelést, a beteg már nem jött vissza, és azóta se látták a táborban, valószínűleg elhagyta a tábort és Magyarországot is. A betegek kezelése közben kis Krisztina többször is nyilvánvaló jelét látta annak, hogy ezek az emberek valós problémák elől menekülnek és vágnak neki a több ezer kilométeres útnak. Nagyon megrázó volt, amikor egy 5 gyermekkel plusz terhes kismama jött be a rendelésre, tehát az 6 gyermek plusz mama plusz papa, tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen nagyon sokan indulnak el egy családból, akkor ők azért nem jó kedvükben indulnak el, hanem valami elől menekülnek. Én velük találkoztam, és hát amit még akartam az előbb mondani, ami még nagyon meglepő volt, egy tüdőbeteg fiú, akinek a vizsgálata során látszott korábbi, valószínűleg otthon szerzett sérülések, korbácsolások nyomai, tehát én azt gondolom, hogy minden média hír és minden szóbeszéd ellenére azért a többség az menekül, és jobb jövő reményében indult el Európába, illetve nyugatra. A doktornő elmondása szerint az önkéntes orvosi tevékenység nem csak szakmailag jelent hatalmas előrelépés számára, hanem személyiségfejlesztő hatása is van. Úgy véli ugyanis, a különféle kultúrákból és eltérő háttérrel érkező betegek gyógykezelése után még az eddiginél is türelmesebben és nagyobb megértéssel fordulhat páciensei felé a jövőben. A rövid idő alatt Magyarországra érkező tömegek életútjai, történetei rengeteg embert mozgattak meg, akik vagy adományokkal, vagy pedig önkéntes munkával segítik a menedékkérők boldogulását. Nem csak a magyar lakosok, hanem olyan hazánkban élő külföldiek is igyekeznek könnyíteni a viszontagságos mindennapokon, mint például Ahmed Omar, aki 5 éve érkezett Magyarországra, és átesett már ugyanazokon a nehézségeken, amelyekkel a mostani menekülteknek is meg kell birkózniuk. A 29 éves Ahmed Omar már lassan 5 éve él Magyarországon. Sokszor segít is a keleti pályaudvaron a menekülteknek. Elmesélte nekünk, hogy ő hogyan és miért érkezett Magyarországra. Azt kérte, az arcát nem mutassuk. I am from Pakistan. Pakisztán fővárosából jöttem. Én Jamaat-e Ahmadiyya tagja vagyok. A pakisztáni önkormányzat a mi vallási csoportunkat nem tartja muszlimnak. Az első rendeletet a mi vallásunk ellen 1984-ben hozták, ami szerint semmiféle emberi jogunk nincsen, nem kapunk rendőri védelmet, ha másoknak nem tetszik a vallásunk, megverhetnek.
de az oktatásban sem fogadtak el bennünket, ezért is kellett elhagynunk Pakisztánt. Omar azt is elmesélte, hogy sajnálatos módon csak ő tudott elmenekülni az ismerősei közül. Az egész konfliktus úgy kezdődött, hogy egy szegény faluban próbáltam segíteni beteg embereken. Volt velünk egy orvos is, és sok gyógyszert adtunk nekik. De egy iszlám hívő kérdezősködni kezdett utánam, és rájött, milyen vallási csoporthoz tartozom. Hiába magyaráztam neki, hogy mi csak gyógyszereket jöttünk osztani a szegényeknek, megtámadtak bennünket. Eltörték az asztalainkat és székeinket, és meg akartak verni bennünket. Végül sikerült elfutnunk előlük, de megdobáltak kövekkel. Engem itt találtak el az államon. Lényeg, hogy el tudtunk menekülni, de sajnos a nagy zűrzavarban elvesztettem a személyi igazolványomat, amit megtaláltak a támadók, és eljöttek abba a városba, ahol laktam. Az iszlám férfi összegyűjtött más iszlám tagokat, és azt mondta nekik, hogy én a saját vallásomat terjesztettem abban a kis faluban, pedig ez nem igaz, mi csak gyógyszereket osztottunk. Ennek ellenére a rendőrség letartóztatott, ok nélkül. Nem is volt hivatalos eljárás ellenem, 10 napot töltöttem börtönben. 10 nap után megfenyegettek a börtönben, hogy megölhetnek, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatok, vagy más bántódásom eshet, ha nem hagyom abba a saját vallásom gyakorlását. De miután elengedtek, azután is több fenyegetést kaptunk. Omar a barátaival és családjával 2010 óta, azaz 5 éve nem beszélt. Azt mondta legutóbb, mikor hallott róluk, egyikük kórházban volt a háború miatt, de a többiekről semmit sem tud. Én nem a pénzhiánya miatt akartam elutazni Svédországba vagy Norvégiába, mint sokan mások. Csak biztonságban akartam élni, és végül ezért jöttem Magyarországra. Amikor megérkeztem, tele voltam reménnyel, de amikor idejöttem, akkor a rendőrség azonnal letartóztatott. Életemben először volt rajtam bilincs. Nem is értettem miért. A menekülttáborok állapota pedig szörnyű. Nem szokták takarítani a mellékhelyiségeket, nagyon sok a poloska és a csótány, de nem foglalkoznak vele. A másik probléma, hogy borzasztóan sokan voltunk. Egy 900 férőhelyes táborban több mint 2000-en voltunk összezsúfolva. A fiatal menekültek közül sokan mérgesek a helyzetük miatt és agresszívak, sok a verekedés is. Az étel is nagyon rossz. Amikor én jöttem ide, akkor az irataimat nem fogadta el egy rendőr, mert nem voltam neki szimpatikus, és azt sem tudta megállapítani, hogy érvényesek-e az irataim. A rendőr vallomása miatt a bevándorlási hivatal sem fogadta el a kérelmem, és fellebbeznem is kellett. Csak ezután kaptam tartózkodási engedélyt. Omar szerint Európában sokan nem értik, hogy a menekültek egy része a biztonság miatt jön ide, nem pedig azért, hogy elvegyék az itt élők munkáját. A pakisztáni férfi azt mondta, hálás azért, mert menekült státuszt kapott Magyarországon, tervei szerint tovább is tanulna, és újságíró szeretne lenni. Ahmed tehát megtalálta számításait hazánkban, sok menekültre viszont, akiket szintén a kényszerüldözöttel szülőhazájából még további hosszú út vár álmaik földjéig. Ennyi fért mai adásunkban, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!